Húsz képviselővel ült össze 2019-ben első alkalommal a Györmoson-Sopron megyei közgyűlés. Első napirendi pontként Salai Péter, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője összegezte a 2018-as esztendőt. A megye állományában egyébként jelenleg 527-en dolgoznak, ők valamivel több mint 2000-szer avatkoztak be a tavalyi évben ennek az egyharmada inkább tűzeset, és kétharmada továbbra is a műszaki mentések. A műszaki mentések során a közúti balesetek, amik nagyon jellemzőek, és ezeknek a súlyossága is el lehet mondani, hogy több halálos áldozattal járó balesetünk is volt. Ez nyilván pszichikailag is megterhelő az átlagosnál a személyállományunkra. Ennek megfelelően a pszichológiai ellátást azt erősítettük, illetve az orvosi szűrésekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk. Györmoson Sopron megye a tavalyi évben is jelentős fejlődésen ment keresztül, 2019-ben pedig a közgyűlés döntése alapján további két fontos pályázat indulhat el, mondta el híradónknak Németh Zoltán. Az osztrák-magyar határmenti programra fogunk pályázatot benyújtani. Ennek az a célja, hogy a 7. és 12. osztályok számára, tanulók számára az osztrák-magyar határ történelmet mutassuk be, annak a változásait, tehát azokra a történelmi eseményekre fókuszálunk majd, amelyek egyébként a két ország között az elmúlt száz évben zajlottak. Emellett Maros megyével is szeretnénk egy közös pályázatot benyújtani, ez a Betlen alapot célozza meg, ami pedig a határon túli magyar, szülőföldjén való boldogulását szolgálná. A közgyűlés 14 igen szavazattal döntött az éves költségvetésről is, ez 2019-ben, mintegy 753 millió forint.